estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket új év első napján, híradónk első adásával ebben az évben. Tartsanak velünk ma is! Híradónk elején hallgassák meg rövid híreinket. December 28-ától december 31-ig lehetett beszerezni a 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai termékeket, melyeket csak nagykorú személy vásárolhatott meg. Működtetése csak szilveszter napján, tehát december 31-én este 6 órától, másnap reggel 6-ig szabálykövető. A katasztrófa védelmi szakhatóság is részt vett a tűzijáték árusítóhelyek működésének engedélyezésében és ellenőrzésében. A 3. osztályba tartozó pirotechnikai termékekből egy ember összesen 3 kg-ot birtokolhat. Ezeket január 1-én reggel 6-ig, ha nem használta fel, január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen visszavenni. Az állatokat nagyon érzékenyen érintik a tűzijáték működtetésével együtt járó robbanások és durranások, akár halláskárosodást is szenvedhetnek. Ma már kapni lehet úgynevezett kutyabarát pirotechnikai termékeket is. A termékek robbanásának hangja mindössze 10%-a a szokásos hanghatásnak. Ha a működtetés során tűz keletkezik, igyekezni kell a saját testi épséget nem veszélyeztetve eloltani, vagy hívni a 105-ös vagy 112-es segélyhívószámot. Nem sokat pihentek karácsony után a szilvesztert, nem otthon töltő magyarok. A legtöbben már 30-án útra keltek, és a pihenést egészen az új év második napjáig élvezték, élvezik a vendégek. Ma már épp mint a karácsonyt egyre többen töltik az őév utolsó napját valamilyen szálláshelyen, derült ki a szállás.hu friss foglalási adataiból. 2015-ben különösen örülhettek a szállodások, hiszen a klasszikus két éjszakás csomagajánlatok helyett az óév búcsúztatás idején a 4 nap per 3 éjszakás konstrukciót keresték a vendégek leginkább. Még úgy is, hogy átlagosan 50%-kal drágább a kikapcsolódás ára. A szállodák által kínált szilveszteri csomagokban kiemelt helyet kap a különleges menüsor, malac sülttel, lencsével és a kísérő programok, mert ma már nem elég a tűzijáték és a tombola. Különböző showműsorokkal, sztárvendégekkel várták az új évzáró vendégeket. Népszerű a kaszinó jellegű vagy retro hangulat, és kétség kívül viszik a prímet a hazai sztárok. Szállás helyett erre az éjszakára lehetett foglalni akár 1700 forinttól 1,7 millió forintig. A tipikus kétfős kétészakás szilveszteri karant átlagosan 70 ezer forint volt. A belföldi szilveszteri utazási célpont top 10-es listáján Hajdúszoboszló 2015-ben az előkelő 2. helyet foglalta el. A hajdúszoboszlói rendőrök vádemelési javaslattal befejezték a nyomozást K. Sándorné B. Gizella, közismertebb nevén Repülős Gizi ellen. Egy férfi tett bejelentést a rendőrség ügyeletére 2015. szeptember 20-án arról, hogy hajdúszoboszlói házába hazaérve egy idős nőt talált az egyik szobában, ahol az asszony éppen kutatott a szekrényben. A sértett visszatartotta a hivatlan vendéget a járőrök helyszínre érkezéséig. A rendőrök igazoltatták a 88 éves Repülős Gizit, akit bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a nőt gyanúsítottként kihallgatták, aki állítása szerint csupán szállást keresett, és az eső miatt ment be a legközelebbi házba. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az idős nő ellen lopásvédség kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a napokban befejezte, és a keletkezett iratokat a vádemelési javaslattal megküldte az illetékes járási ügyészségnek. Advent 4. vasárnapján református templomunkban ünnepváró koncert szól. Az évtizedek óta tartó hagyomány idén is folytatódott. Takács Tamás vezető református lelkipásztor a híveket köszöntve méltatta az ünnepet,
majd Berényiné Szila Ilona, a Kulturális Központ igazgatója ismertette a műsorszámukat, mutatta be a fellépőket. A Zicsi Géza zeneiskolából Dorcsin Attila harsonán, Zsákai Zsuzsa zongorán, Giger Judit fuvolán, Molnár Andrea furuján, Helné Kádár Edit gitáron közreműködtek. A Bárdos Lajos városi énekkart Szentpáli Népál Beáta dirigálta. Az est különlegességét adta az énekkar közös műsorszáma a Kökörcsin zenekarral, melynek tagjai Sári Katalin, Rácz Máté és Helné Kádár Edit. Évvégéhez érve, az új esztendőt köszöntve, meghívtuk stúdiónkba Marosi György Csongor képviselőt. Jelen alkalommal prezentálta a Gazdasági Bizottság 2015 évi teljesítéseit. Karácsony után évvégéhez közeledve elfogadta meghívásunkat Marosi György Csongor képviselő úr. Gazdasági Bizottság évértékeléséről, illetve a választások óta történt munkájáról szeretnénk egy értékelést hallani. És hát elsőként, hogy miért is váltott nevet most a Gazdasági Bizottság? Köszönöm szépen, és én is köszöntöm egész Hajdúszoboszlóváros lakosságát, és mindenkit, aki figyeli a TV-mai műsorát. Mindenkinek megköszönném azt, hogy itt lehetek, önöknek különösen. Igen, a választások óta elég dinamikus munkába kezdett ez a bizottság, át is alakult, a neve is ebből adódóan változott meg. Maga a területek is, mivel kisebb lett az önkormányzati struktúra, azaz kevesebb bizottság lett, több feladatot kellett kevesebb helyre szétosztani, és ami gazdasági jellegű volt, az a döntés született az alakuláskor, hogy minden akkori pénzügyi gazdasági bizottsághoz kerül, aminek a neve meg is változott gazdaságira, mert hogy ez azért egy átfogó és a 21. századnak sokkal inkább megfelelő. Ma már kevesebb a pénzügyi, nominál értékű pénzügyi kérdés, de a gazdasági kérdések sokkal többek, és akkor a bizottság nevét is megváltoztattuk gazdaságira. És azóta azért mondjuk úgy, hogy elég sok téma, terület került hozzánk, és folyamatosan látjuk, hogy ez azért helyén álló is, és hát azért a magyar parlamentben is ma már gazdasági bizottság van, ott is gazdasági minisztérium van, maga a pénzügyi részek azért azok már elmentek a szakma területére, és nem a politikában kell lennie. Nos, akkor lássunk a választások óta eltelt időre egy kis értékelést, vagy kiemelni azokat a fontosabb tevékenységeket, amelyet a Gazdasági Bizottság azóta végzett. Igazából a választások óta, ami történt, az első döntések azok voltak, amire mindenki emlékezhet, hogy a Hajdúszoboszlóváros lakosságainak ingyenessé tette a város a parkolást, ami egy régi ígérete volt már a városvezetésnek. Mondjuk úgy, hogy én nem is szeretnék politizálni ebbe a stúdió beszélgetésbe ilyen értékben, hogy kinek volt ez a terve. Azt gondolom, hogy mindenki elfogadta, és mindenki azt gondolta, hogy ezt meg kell valósítani, és ez volt az első nagyobb horderejű döntés, amikor azt mondtuk ki, hogy aki hajdúszoboszlói gépjárművel rendelkezik, ide van bejelentve, ide fizeti a súlyadót is, azok, és nincs súlyadó tartozása, azoknak ingyenessé válik február 1-től, és akkor decemberben az első döntése az volt az új testületnek, hogy decemberben eldöntötte, hogy ingyenessé válik február 1-től, és amikor ez megvalósult, tehát neki kellett dolgozni a dolgait, meg kellett nézni, hogy ez mennyi pénzkiesés lesz a városgazdánál, kell ezt pótolni, elbírja ezt, erre meg tanulmányok is készültek, kimutatások is, és akkor láttuk, hogy ez azért nem olyan horderejű összeg, ami miatt a város költségvetése, vagy a városgazda tönkre menne. Ennek következtében meg is hoztuk azonnal, azt gondoltuk, hogy ezt a döntést mindenképpen meg kell hozni. Ez volt az első nagyobb. Utána a nagyobb dolog, amit el kellett végezni, az a költségvetés összeállítása volt. Ez volt az első olyan költségvetés, amikor
megszoktuk azt kapni, hogy nem kellett már annyi egyeztetést végezni, nem egyeztetünk annyit, mint az előző ciklusokban. Ez annak következménye is, hogy azért most egy határozott többség alakult ki a városvezetésben. Ezt én nem is mondanám azt, hogy szétszakadt ellenzék és nem ellenzékre, de azért egy szervezet az előző választásnál kapott egy megfelelő többséget, hogy tudjon egy irányba haladni, és együtt tudja irányítani a várost, természetesen meghallgatva a külső szemlélőknek, a külső szervezeteknek, a többi képviselőnek is a javaslatait. Azért ezt el tudnám mondani, hogy az előző évben is elfogadtuk azt a javaslatot is, amit évek óta például a Jobbik részéről hallgattunk, hogy egy extrém sportpályát kell létrehozni. Ez a sportpálya tavalyi évben, vagyis az idei évben 20 millió forintba került a kivitelezése, ezt mi beépítettük, az előző ciklusban ez folyamatosan le volt szavazva. Azért mi mindig próbáltunk együttműködni, együtt gondolkodni, meghallgatni. Ugyanígy volt az a javaslata a Majoros Petronella képviselőasszonynak, hogy 1 millió forinttal támogassuk az óvodába az ingyenes úszásoktatást, amit egyeztettünk az óvodával, és az óvodigazgatóság elmondta, hogy ez csak a 6 éves kor felettieknek lehet megoldani, és 1 millió forintot kaptak erre, és ezt se lehetett teljesen elkölteni, mert hogy annyi gyerek nem akar úszni, a szülők sem biztos, hogy akarják, de amelyik szülő akarta úszásra minden a gyermekét, az megoldhatóvá vált az óvodák területében, ezt is elfogadtuk, ezt a javaslatot is a költségvetés összeállításán, de természetesen ez volt azért az első olyan költségvetés, ahol azért látványos beruházások is voltak. Ilyen volt például a bicikliút létesítése a Jókai soron és a Szent István parkban. Egy régi probléma volt, hogy a Szent István parkban nem lehetett keresztül haladni biciklivel, azért Hajdúszoboszló, mivel kisváros és rengeteg biciklis van, de ugyanúgy igaz ez a Jókai sornál is, hogy a buszpályaudvarig, vagy legalább a buszpályaudvar elejéig, odáig a kereszteződésig nem lehetett szabályosan elhaladni, mert hogy egyirányú utca van, ma ez is kialakult, ez majd egy hosszabb, vagy ez egy rövidebb folytatása lesz annak az útnak, vagyis hogy is mondjam, mondhatjuk azt, hogy kezdete, de hogyha Ebesről nézem, akkor folytatásának kellene lenni, annak, ami a Debrecen-Ebes-Hajdúszoboszló közötti bicikli úttervnek van. Ez a belső szakaszát nekünk kellett saját pénzből megvalósítani, de mindenképpen azt gondoltuk, hogy ez fontos, hogy azért a városházától el lehessen jutni egészen a nagy kereszteződésig biciklivel szabályosan. Ezen kívül befejeztük a Surányi utcának a vízelvezetését, a csapadék vízelvezetés, mert hogy az kimaradt az előző projektből, akkor 303 millió forintot költöttünk útfelújításra, igaz, még csak 80 kész, mert kettő utcánál felfüggesztettük a Hőgyes utcánál és a Kossuth utca végénél lévő beruházást, mert hogy az elhúzódó közbeszerzési eljárások során már olyan időjárásba csúszott volna át, hogyha hozzákezdenek, ami télen, ami nem lett volna biztonságos az út felújítása, ezért azt majd március 15-ével fogjuk folytatni, de mindenképpen az a két utca is pluszba jön, de ugyanilyen az Isonzó utca, ugyanilyen a Keleti utca, ugyanilyen a Kinizsi, akkor Olajmalom, Hati János, Kör utca, Körzúg, olyan utcák, ami a belváros és a külváros Móricz Zsigmond érinti. Ezen kívül azért a jövő évben lesz a költségvetésből a 200 milliós állami kompenzációból, amit mi még továbbfejlesz, 30 millióval kipótoltunk, újabb utcák lesznek. Ezen kívül voltak olyan beruházásaink, amik a költségvetés tartalmazott, hogy soha még óvodák előtti parkolási gondok megújítására nem volt pénzösszeg elkülönítve. Megoldottuk ezt az Ady Endre utcai óvodánál, megoldottuk ezt a problémát hirtelen nem tudom az óvoda nevét, azt akartam kimondani. A Veselényi utca, Attila utca sarkán, az Attila utcai, ezt nem tudom pontosan a nevét, ahogy az Ady Endrének se jutott eszembe, de ugyanígy a Rákóczi utca végén az óvodánál, a felső óvodánál, ami a Rákóczi utcánál van, ott is megoldottuk, azt hiszem az Bambino óvoda, így hirtelen az jut eszembe, ott is már most a tervezés megtörtént, most már az engedélyeket várjuk, a kivitelező kiválasztása az ünnepek előtt megtörtént, ott is március 15-én fognak hozzákezdeni. Igaz, hogy 25 millió forint volt elkülönítve erre, de ezt még újabb 10 millióval megpótoltuk, az 35 millió forint az óvodákra. Ezen kívül voltak sportberuházásaink, befejeződött a műfüves focipálya, azt is átadtuk, ami már régi vágya volt a lakosságnak, hogy legyen egy műfüves focipálya a sportcentrumnál. Az idei évben ez megvalósult. Most már azért az a 220 gyerek, aki a HS-nél focizik, azok most már tudnak edzeni megfelelő körülmények között. Ugyanez igaz, hogy az extrém sportpályát, ahogy mondtam, kint a repülőtérnél megvalósítottuk, megcsináltunk egy újabb fitnessparkot a lakótelep mellett, a Tököli iskolánál. Együtt a Tököli iskolával használhatják a gyerek
gyerekek és a lakosok is, ez is kihasználásra kerül. Ezen kívül azért játszótereket is létrehoztunk, ami három játszótér újult meg, az egyik a Rákóczinál, a másik a Galgócsornál, a harmadik pedig a Bartók telepen. A családok már nagyon... Ez jó hosszú felsorolás volt, szerintem igen, büszke a gazdasági bizottság ezekre, és milyen visszajelzések vannak a lakosság részéről. Azt már mondhatom, hogy az Adina Manó kert óvodánál nagyon hálásak az emberek a parkolóért. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ezekre szükség volt. A pozitív visszajelzések, én lehet, hogy azért, mert hogy képviselő vagyok, és sokan azt szokták mondani, hogy nekünk nem merik mondani a negatívumokat, de azt gondolom, hogy azért megmerik mondani. Én például a saját körzetemre tudok visszacsatolni, mert onnan jobban van visszacsatolásom. Például az Isonzó utcánál voltak negatívak, vagy voltak olyanok, hogy összezörrenések a kivitelezés során, de ma már, amikor átadtuk az utcát, mindenkinek tetszik, szépnek találja, azt gondolja, hogy igen, kellett, azt gondolom én is, hogy sokkal biztonságosabb lett a közlekedés. Ugyanez igaz a Tököli iskolánál, a Kondi Parknál, sokan azt mondták, hogy nem fogják ezt használni, de használják. A HIK-től a visszajelzés az, hogy azért a nyári időszakban, amikor a HIK zárja 8 órakor, akkor nem lehet bezárni, mert hogy még menni kell egy kört az alkalmazottaknak, mert még mindig használják. Az iskola is nagyon örült. Azt gondolom, hogy ezek a, lehet, hogy kicsi dolgok, és sokan azt mondják, hogy bagatell dolgok ezek, de azt gondolom, hogy a város közérzetét ezek a beruházások javították. Szebbé tették városunkat. Ugyanígy azt gondolom, hogy az is szebbé tette a városunkat, hogy felújította a Hungaroszpa most a nyári hagyományos bejáratát is, és az is egy kulturáltabb környezetet fog kapni. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy egy élhetőbb, szebb hajdúszoboszló legyen, és azt látom, hogy ezt a lakosság is értékeli. Milyen nagyobb tervek vannak 2016-ra? 2016-ban, ahogy már belekaptam egy kicsit, a konszolidációt keretében lesznek útfelújítások, amiről döntött a testület még a konszolidációs pályázat beadásánál augusztusban egy rendkívüli testületi ülésen, akkor a külvárosi, a külterületi utakra helyeztük a hangsúlyt leginkább. Ez a érinteni fogja a hármas körzetet, a hármas, négyes, ötös, ezen kívül a 7-es és a 8-as körzetet fogja leginkább. Például a 2-es körzetben, ami itt van a belvárosban, a lakótelepi, itt a Városi TV mellett található összekötő út, ami van, ahogy fordulnak a kifele a Szilfák aljára, ahogy mennének, van ott a garázssornál, ott lesz felújítva, mert ott már a garázssor teljesen kimosta, az lesz egyedül benne belvárosi beruházás. Ezen kívül még a Doberdó utca, Doberdó zugnál lesz egy felújítás a Bornán gátnál, ami ezen a konszolidáción kívüli összegből döntöttünk, vagy döntöttünk arról is, hogy a Besenyei utca lesz, vagy Besenyei zugnak a vízelvezetéséhez is hozzá fogunk kezdeni, de lesz két zebra kialakítás, az egyik a Gönczi iskolához, hogy haladhassanak, a másik pedig a sebességmérővel a Hőgyes utcánál, hogyha a Hőgyes utca fel lesz újítva, akkor a Kossuth utca Hőgyes utcánál. Ezek azok, amik nagyobbak, de még sportberuházások is lesznek. Ilyen lesz az utcai kosárlabdapalánk, vagy a Galgócsoron egy sportpálya kialakítása lesz futópályával, ott egy ilyen komplexes sportkomplexum jön majd létre. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk, további sikeres munkát kívánunk 2016-ra. Nagyon szépen köszönöm, és engedtessék meg, hogy itt kívánjak a város lakosságának békés, boldog új évet a jövőre. Önkéntes beavatkozó egységé vált a Kabai Tűzoltóság. Ahogy hallhattuk, innen már csak a parancsra kell várni, és önállóan indulhatnak a lánglovagok tüzet oltani, és jelenteni, hogy a feladatot teljesítették. Természetesen nagyobb tűzeseménynél együttműködve vonulnak a helyszínre a debreceniekkel. A Hajdú-Bihar megyei Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság december 30-án tartotta Kaba Önkéntes Tűzoltó Egyesületének önálló beavatkozó egységé válásának beiktatását. A tűzoltóság és a tűzoltók életében nagy előrelépés jelent ez. Egyrészt egy nagy elismerés, hiszen 520 egyesület van az országban, és ebből 29-en vannak ilyenek, akik elnyerték és bebizonyították, hogy alkalmasak az önálló beavatkozásra, ők köztük vannak, de azt jelenti, hogy nem csak egyes kategóriások, tehát minden eszközük, felszerelésük megvan, jól látszik mögöttem a gépjármű fecskendő is, hanem az itt lévő eszközök, felszereléseknek a karbantartása, a felülvizsgálati idejük, ezek megvannak, és a személyállomány is rendelkezik olyan képesítéssel, amely lehetővé teszi azt, hogy be tudjanak avatkozni. Van tűzoltásvezetőjük, van gépjárművezetőjük, van kicsiképkezelőjük. Anyagilag miből és mennyiből gazdálkodnak?
A kormány folyamatosan növelte azt az összeget, amelyre lehetett pályázni és lehet pályázni. 2010-ben még 120 millió forint volt, most már 600 millió forintot lehet szétosztani és lehet pályázni. Ez azt jelenti, én most megnéztem Kabai Egyesületet az elmúlt 5 évben, közel 5 millió forintot pályázat útján nyertek el, eszközökre, felszerelésekre és képzésekre, és emellett most már évente több mint 2 millió forintot kapnak arra, hogy ezek az eszközök hadrafoghatók legyenek, üzemanyaggal ellátottak, fűtött szertárból tudjanak indulni, és a két településnek, 7000 embernek a védelmét el tudják látni. Országosan hány önkéntesen működő egység van? 520 olyan egyesület van, akik a hivatásosokkal kötöttek együttműködési megállapodást. Ez is folyamatosan növekedett. 2010-ben ez még nem volt 300, és ebből 29, aki most önálló beavatkozó. A Kabai Tűzoltóság tűzoltó dandártábornoka is elismeréssel beszélt a felsorakozott állományról és az áldozatkész munkájukról. Nekem már csak a köszönet szava maradt, úgy gondolom, mivel tábornok úr az állami segítséget, az állami hozzáállást ismertette, de ahhoz, hogy a mai napig el tudjunk jutni, ahhoz kellettek emberek is, akik felvállalták azt a küzdelmet, amit tűzoltói szolgálatnak hívnak, önkéntes tűzoltói szolgálatnak, és kellettek olyan polgármesterek is, a Tetétlen és Kabaváros polgármesterei, akik bíznak ezekben az emberekben, és hisznek abban, hogy ők a munkájukat a közjavára, a köz érdekében a megfelelő szabályozottság mellett végre fogják hajtani. Az elmúlt néhány esztendő tapasztalata ezt mutatja, hogy önök felnőttek a feladathoz, és képesek arra, hogy a hivatásos állománnyal együttműködve, kvázi készenlétet adva a önökre bízott működési területet, védelmét ellássák, önöknek bíznak most is, és majd ezután is bízhatnak a lakosok, a polgárok abban, hogy aki bajba kerül, az önök a lehető leggyorsabban a segítségére sietnek. Az ünnepi beiktatást követően dr. Bérci László tűzoltó dandártábornok elismerő okleveleket osztott ki az állomány tagjainak. Sikeres évet zárt Hajdúszoboszló turisztikai szempontból is, mondhatni, csillagos ötösre vizsgázott. A város egész nyáron telve volt turistákkal, megteltek a fesztiválok, a strand, a város utcái. Soha nem látott tömeg érkezett városunkba ezen a nyáron. A 2015-ös év elért céljairól, vendégforgalmáról és a 2016-os év terveiről kérdeztük Máté Lajos képviselőt. Eltelt a 2015-ös év, stúdiónkban köszöntöm Máté Lajos képviselő urat. Egy kicsit a turizmusra szeretném, hogyha rátérnénk így az elmúlt évre visszatekintve. Milyen volt Hajdúszoboszló forgalma, de ha jól tudom, jól teljesített a város? Én azt gondolom, hogy mindenki, aki a turizmusban érdekelt, és hát Hajdúszoboszlón azért közvetlenül is nagyon sokan érdekeltek, és hát közvetve pedig a város, ki kell mondani, hogy ebből él, azt tapasztalhatták, hogy az elmúlt évben hát igazán sikeres volt a város az irányú tevékenysége. Évek óta azért mondjuk úgy, hogy sokat teszünk azért turisztikai szereplők, a Hungaroszpa és a város, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy a tavalyi év az egyértelműen a sikerekről szólt. Kicsit számokba, hogyha lehetne nézni, kik voltak a legtöbben a városban, illetve milyen turizmus, külföldi turizmus jelent meg városunkban ezen a nyáron? Látom, hoztál egy listát, amin adatok vannak, ezért kérdezném. Igen, hát ilyenkor nem biztos, hogy a számokkal érdemes untatni a nézőket, de hát ahhoz, hogy az ember tényekről beszéljen, elkerülhetetlen, hogy néhány számot is mondjon. Megjegyzem, ez még a november végi teljesítményünk összegzése, hiszen az éves összegzés és jelesül a fizető vendéglátó szálláshelyek eredményei majd a februári hónapban ismerszenek meg. De ez alapján azt lehet mondani, hogy Hajdúszoboszló mind vendéglétszámban, mind a teljesített vendégészakák tekintetében kétszámjegyű növekedést hozott a legfőbb piacokon, és ennek az lett az eredménye, hogy vendéglétszámban egy 8%-os növekedésben voltunk tavaly, és ez a vendégészakákat mintegy 5-6% közötti pluszba repítette, és hát, hogy az egyes piacokat is elemezzük, a belföldi
piac nagyot lendített tavaly, tehát nagyon sok belföldi vendég volt Hajdúszoboszlón, 10%-kal többen érkeztek, mint az elmúlt évben, és ez a vendégészakákat mintegy 9%-kal növelte. A külföldi piacon érdekes pozitív és negatív tendenciák eredménye az, ami kialakult. Én mindenképpen pozitívnak mondanám, hogy a német piac csökkenése, korábbi csökkenése megállt. Hát nem annyira büszkeségre ad okot, de az orosz piac sajnos az ismert orosz-ukrán polgárháborús helyzet miatt, és hát leginkább a rubel jelentős értékvesztése miatt nagy csökkenést szenvedett el, mintegy 50%-kal kevesebb orosz vendég érkezett Hajdúszoboszlóra a tavalyi évben, de hát ismerjük sajnos Hévíz ennek még inkább elszenvedője, hisz ott az orosz piac részaránya még meghatározóbb, mint nálunk. Ugyanakkor örvendetes tény, hogy az a három küldő terület, ami Hajdúszoboszló szempontjából elsődleges, a lengyel, a román és a szlovák, mindegyik kétszámjegyű növekedést ért el a 2015-ös esztendőben. Ennek aztán az lett az eredője, hogy a külföldi piac még az orosz csökkenés ellenére is szinten tudott a tavalyi évben maradni. Milyen fontosabb témakörök vagy kérdések vannak még ugye így a turizmussal kapcsolatban, ami említést érdemel? Én azt mondtam a Vendéglátó Egyesületnek az évzáró rendezvényén decemberben, hogy most lehet azt érezni talán, hogy beért a turisztikai destináció menedzsment, röviden nevén TDM fejlesztés elmúlt 5 éves munkája, mert Hajdúszoboszló mind szakmailag, mind a vendégek értékítélete alapján kimagasló eredményt ért el 2015-ben. Kezdtük ugye tavasszal azzal, hogy a marketing munkánkat egy szakmai zsűri gyémántdíjjal honorálta. Aztán hip-hop jött a nyár, rengeteg vendég volt, ezt mindenki tapasztalhatta Hajdúszoboszlón, és a nyár kellős közepén jött a hír, hogy a Hungaroszpa lett az év legjobb fürdője, vagy legkedveltebb fürdője Magyarországon. Ez nagy büszkeségre adhatok ott minden hajdúszoboszlóinak. És hát aztán eljött az ősz, és kiderült, hogy az év turisztikai települése is Hajdúszoboszló lett, és az év szállása is, egy hajdúszoboszlói szálloda, a Hotel Silver lett a vendégek értékítélete alapján. Ezek azért én azt gondolom nem véletlen történések. Nyilván emögött nagyon sokkal közös munkája feszül, hisz ebben a turisztikai szereplők, szállodák és mindenki, aki a vendégek kiszolgálásában részt vesz, ott van egy pici eredményével, és hát természetesen ott van a fürdő az elmúlt évek sorozatos fejlesztéseivel, és ott van a város maga is, hisz olyan rendezett körülményeket teremt, hogy a vendégek élvezettel tartózkodnak itt Hajdúszoboszlón, és hát valljuk meg őszintén, azért a TDM szervezet fenntartását is a legfőképpen a város finanszírozva, hisz mindent összevetve mintegy 60 millió forintból gazdálkodik a TDM szervezetünk. Én nem is emelném ki senki szerepét ebben a szép eredményben, hanem megköszönném mindenkinek az eddig áldozatos munkáját, és hát ez azért kötelezettséget is ró ránk, hisz ekkora vendéglétszámot, ilyen szép számokat megtartani is nagy munka a jövőre nézve, de hát bízom abban, azokban a folyamatokban, amik Hajdúszoboszlón az elmúlt években beértek, hogy ezek 2016-ban is hozzák majd azokat a vendégeket és azokat az eredményeket, amikre számítunk. Itt ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a város minden polgára és egyébként aki a turizmushoz bármilyen módon kötődik, érzi annak a jelentőségét, hogy a turista kedvébe kell járni, hogy mindenhol, és nem csak a vendéglátás területén oda kell figyelni rájuk, hisz óriási a verseny, nem csak belföldön, hanem a környező országokban is. Rendezvények kellenek, ugye a tavalyi évben már a 4 nagy turisztikai rendezvényt újabb 2-vel kibővítettük, 6 rendezvényt bonyolított a város, ezek mind-mind kimutathatóan növelik az értékesítési lehetőségeinket, és hát nyilván az is
az is rendkívül fontos, hogy folyamatos fejlesztések legyenek. 2016-os évben azért már kimondhatjuk azt, hogy az idei év turisztikai fejlesztései Homlok terében a turisztikai desztinációs menedzsment pályázat, illetve a kiemelt gyógyhely fejlesztési pályázat lesz. Ez rögtön az első negyed évben, és jelenleg is már komoly munkát ad minden turisztikai szakembernek, hogy aztán ebből a város mekkora pályázható pénzt tud majd lehívni, és ezt milyen előremutató fejlesztésekre tudja költeni. Ez nyilván a pályázat kimunkálása során látszik majd, de én azt gondolom, hogy az eddigi fejlesztések sorába szépen bele fog majd illeni ez a új irány is. És hát azt is el kell mondani, hogy a környező, a minket körülvevő turisztikai környezet is, bár ahogy mondtam, egyre inkább hát konkurenciát támaszt nekünk, de azért segít is bennünket, hisz 2016-ban azért a Vidzernek a debreceni repülőtérről induló új járatnyitásai azért tartogathatnak nekünk is új irányokat és lehetőségeket. Mindenek előtt a müncheni járatra gondolok. Én azt gondolom, hogy a német piac hát hőskora, amire már ugye így tekintünk, azért ha nem is fog visszatérni, de hozzájárul ahhoz, hogy ismét növekedésnek indulhassanak a német turisták, és hát a skandináv irányba történő járatnyitások pedig egy teljesen új piacot kapcsolhatnak be Hajdúszoboszló turisztikai vérkeringésébe, ha nem is hatalmas kezdő létszámokkal, de mindenképpen egy fizetőképes és igényes turista kör az, amit így közvetlenül elérhetünk Debrecenből. Akkor elég mozgalmas 2016-os év áll még előttetek. Milyen tervek vannak még, amiket már kitűztetek magatok elé? Ugye említettem, mindenek előtt ez a két pályázat határozza meg az éves mozgásterünket, és hát természetesen az, hogy azokban az irányokban, amikben az elmúlt években nagyon keményen és határozottan elindultunk, azok működjenek. Látszik mostanra, hogy a környező országok beutazó turizmusára bizton lehet számítani. Tavaly évben a fürdővel közösen mintegy 32 turisztikai vásárba jutott el Hajdúszoboszló teljes turisztikai kínálata. Az idén ezt is jelentős mértékben szeretnénk megnövelni. Nyilván mindenki érzi a turisztikai szektor szereplői közül, hogy ez egy közös munka eredménye volt eddig is, és az, hogy ezeket a szép számokat, szép eredményeket tovább tudjuk fejleszteni, ez még inkább egy nagyon komoly összefogást. Az egyes turisztikai szereplők a fürdő és a várossal való közös munkájának még inkább összehangoltságát kívánja meg. Én azonban ismerve mindenki elkötelezettségét ez iránt, én azt gondolom, hogy nem lesznek jelentős problémáink, és hogyha az időjárás is ugyanolyan kedvező lesz, mint a tavalyi évben volt, én azt hiszem, hogy Szoboszló 2016-ban is szép számokról tud majd beszámolni az év végén. Én kívánok mindenkinek ehhez a közös munkához nagyon sok erőt, energiát és kitartást, és hát természetesen a nézőknek pedig magánéletükben és a családjuk körében egy tartalmas és szép 2016-ot, és ehhez mindenkinek nagyon jó egészséget. Zsúfolásig megteltek a hajdúszoboszlói szállodák az ünnepek alatt. A vendéglátósok minőségi kiszolgálással, különleges menüsorokkal és változatos programokkal várták az ünneplő vendégeket, akik karácsonykor elsősorban belföldről érkeztek. Majd az újévi vendégkör érkezett már külföldről is. Ma már egyre inkább tendencia, hogy a karácsonyi készülődést kikerülve a hazai lakosok szép száma szállodákban, egyéb pihenőhelyeken töltik az ünnepeket és az azt követő napokat. A hajdúszoboszlói szállodák már a nyári szezon lecsengése után kínálták is a karácsonyi lehetőségeket. Októberben már 90%-os, decemberre pedig 100%-os volt a szállodák telítettsége. Az igényeknek megfelelően készültek a szoboszlói vendéglátósok is, van, aki már rutinos, hiszen évek óta várják az ünneplő vendégeket. Ahogy látszik, már fönn vannak az ételek, az italok az asztalokon, és hamarosan kezdjük
most már negyedik, ötödik éve elmondhatjuk, hogy a Szentestét, illetve a karácsonyt telt házzal büszkélkedhetünk, tehát ez időtájt is teljesen megtelik a házunk. Rengeteg vendég kimondottan erre az öt éjszakára jön, hogy itt közösen családtagjaival, ismerőseivel töltse a Szentestét, illetve a karácsonyt. A karácsonyi ünnepek alatt elsősorban belföldi vendégek foglalnak szállást. Karácsonykor szinte azt mondom 100%-ig belföldi vendégek jelennek, és majd talán inkább a szilveszter tájékán kezdenek a külföldiek jönni. Változó, hogy ki milyen időtartamra érkezik. Évek óta van egy vendégünk, aki nemhogy ezt a két ünnepet, hanem több hónapot összeköt, és most fél évig lakik a szállodánkban, de vannak, akik le egy ilyen 10-12 napra érkeznek, és mind a két ünnepet itt töltik. Ahogy ezt már az elején elmondtuk, a karácsonyra érkező vendégek már jó előre gondoskodnak, így aki később dönt emellett, az lemarad. Ami talán az idei évben egy kicsit más volt a korábbi évekhez képest, hogy sokkal hamarabb foglaltak a vendégek, és sokkal hamarabb megteltünk, tehát így sajnos sok vendéget kellett visszautasítani, hogy már nem volt helyünk. Mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy legalább egy olyan 60%-a a vendégeknek visszatérő, tehát évről évre itt ünnepli a karácsonyát. Nem könnyű ilyenkor a szállodai alkalmazottaknak, de a vezetés ilyenkor is figyel, hogy a vendégek maximális kiszolgálása mellett a dolgozóik is meghitt családi körben tölthessék a Szentestét. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy a mai nap folyamán már egy ebédet kaptak a vendégek, hiszen alapvetően félpanziós ellátással vannak, tehát reggeli és vacsora, de ajándékba kaptak egy ebédet, ami egy halászlé volt túrós csuszával, illetve aki nem szereti a halat, annak egy jókai bablevessel készültünk, és most egy előrehozott vacsora, tehát 5 órától a vendégeink egy nagyon bőséges hideg tálat kapnak, beiglit, szaloncukrot, narancsot, bort, ásványvizet, tehát mindez az asztalra fölrakva. Ezt egy kis műsorra spékeljük meg, illetve van egy hagyományos vetítésünk minden évben, Ady Endrének a karácsonyi regélyét Szabó Gyula tolmácsolásába lejátszuk. Ez most már negyedik, ötödik éve így zajlik. A kis műsor után mindenki megvacsorázik, és utána fönn a szobájába a családjával tölti a karácsonyt, és így a dolgozóink is olyan 7 óra magasságában már haza tudnak menni, és a Szentestét otthon töltik, majd a karácsony, tehát a 25-től pedig teljes erőbedobással készülnek a különböző programokra. Az ünnepi menüről a szálloda séfjét kérdeztük. Ponyhalászlé volt ebéde és babgulyás, utána pedig túrós csusza. Este pedig francia salátát készítettünk, egy zöldséges hércekoktélt, kakukkfüves csirke mellett, pisztránk terint készítettünk, zselisített sertéscsülköt és tormakrémmel töltött sonkatekercset. Desszertnek pedig diós mákos beglit. És hogy a főszakács is pihenhessen az otthoni ünnepi vacsorát, a gondos háziasszony, a feleség készíti el. Otthon a feleségem szokott főzni ilyenkor. Például most tyúkhúslevest csinált, töltött káposztát, töltött húsokat salátával, és desszertnek ő is diós mákos beglit, mi például kalácsot is szoktunk ilyenkor sütni. Az ünnepi szezont követően a szállodák újult erővel, energiával várják vendégeiket. Az ünnepek alatt is nyitva tartottak a kisboltok. A vásárlók ennek nagyon örültek, hiszen bárhol, bármikor előfordulhat, hogy kifogy valami a háztartásban, vagy éppen csak szükség lenne valamire. A tulajdonosok széles kínálattal tele polcokkal vártak minden vásárlót. Az ünnepek alatt a nagy bevásárló központok zárva tartottak. De mindig előfordul, hogy valami elfogy, még a legjobb háziasszony konyhájában is. Ezért is lehetünk hálásak az ilyenkor is nyitvatartó kisboltoknak, tulajdonosaiknak. A választékuk széles, tulajdonképpen minden megtalálható, a vásárlók pedig hálásak. Érdemes volt, mert na szóval látszik a sorállás is a Pintánál, hogy vannak és vannak, hál' Istennek, kihasználjuk ezt az időt, mert na hát az igény van rá. Úgyhogy én mondjuk mindig is nyitva voltam, egyetlen egy nap nem vagyok, csak január 1-én. Akkor azt mondom, hogy tényleg most zárva vagyunk. És hát árum is, hát lényegében vevők kenyeret, italt, üdítőt, meg szeszt. Ami úgy kifogyott, fogytán van nekik otthon, mert ilyenkor egy vendégkör, vendég jönnek, mennek az emberek is. Hát na nekem is egy korán keletet kellene, mert jön a család haza. Úgyhogy 4 órakor már felküldtem, hogy elkészítsem az ebédet, mire jönnek, hogy készen legyen.
Mindegy, hogy mi fogy el otthon, a kisboltok felkészülten várták az ünnepeket. Hát van, mikor a borsippen, vagy valami ételízesítő, vagy az olaj. Na, szóval ehhez hasonló dolgok. Mindegy, hogy mi, de úgy megér, hogy nyitva legyek. Én már így szoktam meg, már 23 éve. Csütörtökön reggel, mikor bejöttünk, a raktár tele volt kenyérre. 200 kenyértől több volt. Hát már, most már csak ennyi van, ez már ahol viszonyítva nem is sok. Trapista sajtom legfőképpen fogyott el, és azért jöttem, és még egy-két apróságot akarok vásárolni. Nem újdonság ez, mindig is így volt. Így teltek az ünnepek, az áruházak pihennek, a magánüzemeltetők pedig dolgoznak, és telepolcokkal várják a hűséges vásárlóikat. Katolikusoknál szokás, hogy szenteste éjfélkor, éjféli szentmisére érkeznek a templomba. 24-én éjfélkor stábunk is ott volt, már láthatták ezt hosszabban. Most azok kedvéért, akik erről lemaradtak, készítettünk egy rövid összefoglalót. Most nagy sikert arattak a fiatalok, akik betlehemes játékot adtak elő a szentmise előtt. A húsvéti misztérium megünneplése után az egyház legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Krisztus születéséről és első megnyilatkozásairól. A karácsonyi időszak karácsony esti dicsérettel kezdődik, ami valójában az éjféli szentmise. Előtte a szoboszlói Szent László templomban évtizedek óta pásztorjátékot is láthatunk. A Jézus születését megelevenítő történet, a szereplők kiválasztása, az olvasópróbák már december elején elkezdődnek. Nem könnyű eldönteni, ki milyen szerepet vállal, hiszen a gyülekezet tagjai közül sokan Erdélyből vagy Kárpátaljáról valók, így az ünnepeket otthon töltik, rájuk ilyenkor nem lehet számítani. Mégis mindig időben összeáll a szereplőgárda, több család teljes létszámmal veszi ki részét az ünnepi játékban. Az idén Sándorné Erős Hajnalka és Vitézné Rész és Éva tanították be a pásztorjátékot, melynek főpróbája Derecskén volt. Lipták József atya látja el a szolgálatot a derecskei katolikus közösségben is, és így az ottani római katolikus hívek meghívásának elegettéve december 24-én este ott elevenedett meg először a szent születése. Így történt, hogy 2000 évvel ezelőtt megszületett a megváltó. A pásztorok és a királyok voltak az első látogatók. Mi szintén szeretnénk elmenni Betlehembe, meglátogatni a gyermeket. Ajándékul elsősorban önmagunkat visszük, a mi szeretetünket, a mi áldozatunkat. Mária biztatta a pásztorokat és a királyokat, mondják el, mi történt Betlehemben. Bennünket is kér, vigyük el fia születésének történetét azoknak, akik nem tudják, hogy karácsonykor mindannyiunk megváltója született. Hivatásom, mint a szolga, tettem eddig béres módra, most fogtam fel csak értelmét, hogy hordhatom örömhírét. Szent karácsony ünnepének, a kis Jézus kegyelmének. Ugyan-ugyan emberek, ki adhat nekünk különbet? Igaz békénél és hitnél? Bűnből való megtérésnél? Testvér, most már nyújtsd a kezed, kisdet kezét el ne enged. Változtasd meg életedet, tedd, mit Istened mond neked. Gyönyörűen feldíszített templomunkban több mint 20 szereplővel, kórussal, versekkel idézték meg a 2000 évvel ezelőtti betlehemi éjszakát. Az éjféli harangszó után, az ünnepélyes bevonulással kezdődő szentmisén Lipták József esperes köszöntötte a híveket. A bűnbánati résszel folytatódó szent liturgián elhangzott a 21. ének. A szent lecke Ézsaiás könyvéből szólt, majd Szent Pál apostol Titusnak címzett levelét hallhattuk. Lukács evangéliumának második fejezetéből az 1-től 14. verszakig szóló rész elhangzása után következett a szent beszéd. József atya prédikációjában a karácsony csodája elevenedett meg. Isten meghív bennünket minden karácsony éjszakáján, hogy figyeljünk rá. Éjjel van. A sötétség leple beborít mindent.
Ilyenkor az ember szíve tele van különböző félelmekkel. Nem látunk. Nem tudjuk, mi a helyes irány. Nem tudjuk, hová tartunk. De ez az éjszaka egészen más, mint a többi éjjel. Mert megmutatja valamennyi embernek, mit jelent Isten nélkül élni. Elveszítjük az utat. Nem találjuk a célt. Értelmetlennek látszik minden földi próbálkozásunk. Ám de ez az éjszaka azt is megmutatja mindannyiunk számára, hogy a sötétség az éj, nem áthatolhatatlan, nem leküzdhetetlen, mert van valaki, vagy volt valaki, aki beragyogta, aki fényessé tette minden ember számára az éj sötétségét. A homiliát követően újabb karácsonyi énekekkel, áldással és áldozással folytatódott a Szentmise, melynek végén a magyar és pápai himnusz mellett a hívek elénekelték a székely himnuszt is. Balesetek, tűzesetek, bűnügyek. Nézzék meg az elmúlt hét rendőrségi eseményeit. Súlyos testi sértés büntett kísérlete miatt indult eljárás itt a Hajdúszoboszló rendőrkapitányságon abban az ügyben, amely december 28-án az esti órákban keletkezett. Hajdúszoboszló Bányász utcán egy ott lakó férfi bántalmazta a lakótársát. Körülményekre annyit érdemes tudni, hogy este 22 óra 10 perc körüli időben történt ez a bántalmazás. A tevékenység irányítási központba érkezett erről bejelentés, munkatársam kérve a helyszínre, a helyszín közelében elfogták az elkövetőt, akit elhajtottak ide a Hajdúszoboszló rendőrkapitányságra. Gyanúsodként a nyomozók kihallgatták. Itt elmondta, hogy ennek a bántalmazásnak az egyik okául ittassága szolgált, a másik pedig az, hogy a lakótársa, tehát vele egy lépcsőházban lakó idős sértettel került konfliktusba, aminek az oka a dohányzás volt. A ház előtt történt dohányzás, az idős bácsi lement dohányzni a ház elé, az ajtót kitámasztotta, hogy gondolom ne kelljen kulcsot vinni, vagy valamilyen ismeretlen oknál fogva, és a cigaretta füstje pedig bejött így a lépcsőházba, és a hazaérkező elkövetőt ez nagyon felbőszítette, ezt el is rótta a sértett részére, majd ennek nyomatékot adva több alkalommal ököllel arcul ütötte, illetve még belé is rúgott az elkövetőbe. Kihallgatás során is kinyilatkozta, hogy megbánta a tettét, és ezt követően bocsánatot fog kérni, elnézést fog kérni a sértettől. A lakosság segítségét szeretnénk kérni abban a bűnügyben, amely december 22-én az esti órákban keletkezett. Hajdúszoboszló Kádár utca egyik lakóházához tartozó mellékhelyiségbe jártak hivatlan látogatók. Ebből a mellékhelyiségből, tárolóhelyiségből, amelybe ajtóbenyomás módszerével hatoltak be, kézi szerszámokat tulajdonítottak el az eddig ismeretlen elkövetők. Szintén lakosság segítségét kérnénk abban a bűnügyben, amely december 29-én történt, napközben, 11 és 12 óra közötti időben. Hajdúszoboszló Bányász utca egyik a lakótársasháznak a alaksorában lévő pincehelyiséget törték fel az idáig ismeretlen elkövetők. Pincehelyiségben tárolt horgászfelszerelést tulajdonították el, horgászbotokat felszerelt orsóval, illetve egyéb horgászathoz kapcsolódó felszereléseket, tároló eszközöket, merítőhálót, ilyesmiket tulajdonított el az elkövető. Kérjük, hogy amennyiben akár ezzel a bűncselekménnyel, akár a Kádár utcán történt bűncselekménnyel kapcsolatban bárki információval
rendelkezik, ezt tegyen bejelentést a Hajdúszoboszlai rendőrkapitányságra. Munkaidőben reggel 7:30 és délután 4 óra között megteheti ezt személyesen, itt a Rákóczi utca 4 szám alatt. Telefonon a 558-510-es telefonszámon szintén munkaidőben, a 112-es segélyhívón pedig a nap bármely szakában, bármi időszakban tehetnek bejelentést. A rendőrség természetesen a bejelentőre vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli. Illetve ezúton szeretném megköszönni a tisztelt lakosságnak és a nézőknek a egész éves figyelmét, amelyet a rendőrség részére nyújtottak segítséget is, és szeretnék mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánni a Hajdúszoboszlai rendőrkapitányság teljes dolgozói állománya nevében. A jászberényi állatkertben 18 pápa szemes kis pingvint már hagyomány, hogy rendszeresen megsétáltatnak a nagy közönség előtt. Közkedvelt, a közönség egy része már éppen csak ezért érkezik, hogy szemtanúi lehessenek, hogy az idősebb, rutinosabb pingvinek hogyan tanítják, mutatják meg az utat az újszülött kis jövevényeknek. A pápa szemes pingvinek Dél-Afrikából münsteri közvetítéssel kerültek a jászberényi állatkertbe. Az idei már az 5. alkalom, hogy a hideg idő beálltával délelőtt 11-kor végigmasíroznak a jászsági állatkert főútján. Nem öncélú magamutogatás, szigorúan ismeretterjesztő célzattal, depresszió ellen, szárnyasnak embernek. Az alapötlet az onnan érkezett, ahonnan a madaraink is. 2010 novemberében érkeztek a münsteri állatkertből, ez egy németországi állatkert, és ott tapasztaltam, az ottani kolléga elmondta, hogy ők a téli időben szoktak egy úgynevezett pingvinmarsot tartani, ami abból áll, hogy az ottani jó nagy létszámú kolóniából néhány madarat úgymond kiterelnek a kifutón kívülre, és az ott látogató emberektől megkérik, hogy sorfalat álljanak az utak szélén, és ott végigmasíroznak ezek a madarak. Tehát igazából ennyiben merül ki a pingvin mars, hogy ott végigmasíroznak és vissza a helyükre. És akkor ennek az ötletnek az alapján gondoltam volt én azt, hogy ezt mi is megtehetnénk, de egy kicsit barátibbá formálva. És akkor hát ez kerekedett belőle, pingvin séta. A név az azt akarja, hogy kijövünk a kifutón kívülre, és igyekszünk az embereknek egy olyan élményt nyújtani. Nem egy futásról van szó, hanem tényleg sétáról, és beszélgetünk, nyilván mindenféle információval igyekszünk a séták során az embereket tájékoztatni, és nyilván ők megélvezik, hogy a madarak a lábaik mellett mindenféle dolgokat csinálnak. Mert nyilván a madaraink számára is fontosak ezek a séták, tehát egy olyan környezetgazdagítás, a madaraink számára, ami nyilván kizökkent őket abból a téli szürke hétköznapok sodrából, és akkor így találkoznak cipőkkel, nadrágokkal, mindenféle csüngő-büngő dolgokkal, gondolok én itt sálakra, meg kesztyűkre, és ez nyilván így egészen fölkelti az érdeklődésüket, mindent megvizsgálnak. A pingvinek a háttérben látható élőhelyükön, elzárva a látogatóktól, kevésbé türelmesek. Gondozójuk szerint, ha kiszabadulnak, viselkedésük megváltozik. Ő már csak tudja, hisz név szerint ismeri valamennyit. Undok, ne menjél el! Hallod? Ahogyan kin viselkednek, az teljesen más, mint amit ideben produkálnak. Tehát a kifutóba, hogyha valaki idegen belép, akkor ők azt ellenségnek tekintik. Főleg, hogyha az náluk nagyobb, és igyekeznek elfutni, elmenekülni, vízbe csobbanni, ez egy természetes reakció. Odakint meg azt gondolom, hogy inkább a kolónia részének tekintik a látogatókat is, és igyekeznek ügyesen sétálni a nagy kolónia közepén. A madárkák elevensége nem csak a sétáknak, hanem a megfelelő táplálék biztosításának is köszönhető. Nem könnyű számon tartani, ki mennyit lakmározott a számukra fő eleségül szolgáló fagyasztott halakból. Ezért erre külön jelölést is bevezettek. Tudnivaló, hogy ezek a madarak
kizárólag tengeri hallal táplálkoznak, amit nem tudunk csak fagyasztott formába beszerezni, ezért pótolnunk kell vitaminokkal, illetve ásványanyagokkal, hiszen az olvasztáskor kiázik belőlük egy csomó dolog, és hogy egészségben tudjuk a madarainkat, ezt oly módon tudjuk leginkább megtenni, hogy egy vitaminnal töltött halat kapnak a nap első etetésénél, és nyilván ezek a szárnygyűrűk nagy-nagy segítségünkre szolgálnak, hiszen hogyha a adott esetben a kék szárnygyűrűs pingvinünk megkapta a vitaminos halát, akkor ő már ne kapja a másikat. Ez ilyen egyszerű. Undi! Hahó! Neked szólok. Gyere csak vissza gyorsan. Egyediek. És nyilván, még hogyha ez így is tűnik, és látszik, és ezek tények, hogy némelyik madarunk így próbál elkalandozni, ez csak addig tart, amíg nem érzi a többiek hiányát. Mihelyt szembesült a ténnyel, hogy hopp, nem arra jönnek, amerre én, akkor igyekszik visszahúzódni a csapathoz, úgyhogy emiatt én nem is szoktam izgulni. Persze azért oda kell figyelni rájuk. Hát hova szaladt mindjárt? A pingvin lét állatkertben kényelmesnek mondható. Jól bírják a fogságot, még életkoruk is meghosszabbodik a mesterséges körülmények között. A szabad természetben 10-15 évig élnek ezek a madarak. Állatkerti körülmények között nem ismeretlen a 27-28 éves példány sem. Nyilván ennek az az oka, hogy állatkerti körülmények nincs annyira meg között, nincs megterhelve a szervezetük. Nem kell megtenniük 100-110 kilométert úszva azért a 60-70 dek a heringér, amit naponta elfogyasztanak. Úgyhogy hát ez az átlag napi fogyasztások. Persze nyilván van olyan időszak, amikor ez felfokozódik. Gondolok én itt a vedlési időszakra, hát illetve a fiókák nevelésekor is fokozottabb étvágyjal rendelkeznek a szülők, ami meg természetes, hiszen nem csak ők maguk esznek, hanem a kicsiket is táplálják. Az utóbbi hetekben több cuki kisfióka született. A családmodell példás, ez is hozzájárul, hogy biztosítva az utánpótlás. Nyilván született már idén októberben két fiókánk, akik ketten nevelkedtek egy fészekbe, de december 25-én reggelre egy fiókánk meglepetésként érkezett. Persze nem annyira meglepetésként, mert nyilván azt tudtuk, hogy van a tojás is, hogy várható majd, de ugye a pontos idő pontot azt így nem tudhatjuk, hiszen ezek a madarak 38-42 napra kelnek, aminek a külső hőmérséklet mindenképpen befolyásoló tényező. Tehát, hogyha hidegebb van, akkor akár kicsit később bújnak ki, vagy akár hamarabb is. Úgyhogy a pontos dátumot nem tudtuk, ez mindenképpen meglepetés volt, hogy karácsony reggelére ott volt egy fióka a fészekben. Közösen nevelik a kicsiket, illetve mára maga a kikeltés is közös feladat. Tehát a pápaszemes pingvinek úgy keltik, illetve nevelik a fiókáikat, hogy felváltva gondoskodnak a tojás kikeltéséről is, és a fióka neveléséről is. Jelenleg 18-an vannak, ebből 11-en tartottak bemutatót az állatkerti promenádon. A totyogós sétát tavaszig nap mint nap megismétlik, lehet csatlakozni, mi úgyis csak Márton napon terelhetünk szárnyasokat. A következő percekben tekintsék meg a városunkban történt sportesemények rövid összefoglalóját. Boldog új évet kívánva a munkatársaim nevében is köszöntöm a rájátszás mai adásának nézőit. Mi mással is kezdhetnénk az új esztendőt, mint egy kis számvetéssel. A 2015-ös esztendő sportteljesítményeit, abból is a szervezett bajnokságokban játszó felnőtt csapatok eredményeinek visszatekintését láthatják mai adásunkban. Íme. A HSL labdarúgói szép évet tudhatnak maguk mögött. A bajnokságban ugyan nem sikerült az áttörés és nem váltott osztályt együttesünk, de a Magyar Kupában felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg szurkolóit a csapat. Labdarúgó csapatunk a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik helyéről várhatta a tavaszi folytatást 2015-ben. László Riárd együttese 7 pont hátrányban volt az éllovas Hajdú Sámson mögött. Hajdúnáneson jól indult a márciusi szezon kezdet, 3-1-re nyertek labdarúgóink. Bár a további 4 fordulóban sem talált legyőzőre együttesünk,
azért becsúszott két döntetlen, s egy időre elbúcsúzott a csapat a dobogótól. Ráadásul a rivális Sárit udvaritól idegenben 2-0-ra kikapott a HS-e, így még nehezebbnek tűnt a dobogó elérése. A hullámvölgyből hamar kijött az együttes. 5 fordulóval a vége előtt ismét a harmadik helyre lépett a csapat. Ehhez olyan sikerek is kellettek, mint a Hajdúdorogon elért 10-1-es győzelem, vagy a Polgár ellen megnyert 10-2-es hazai találkozó. Az évad végére ugyan némi izgalmak maradtak, de a harmadik hely is. A bronzérmet így értékelte László Riárd. De amit kitűztünk célt, hogy a harmadik helyet megszerezzük, azt elértük, ezt gratulálnak így is, itt is a fiúknak. Pluszban a legkevesebb gólt kaptuk, ezt is ki szeretném emelni, és én szerintem a legszínvonalasabb játékot mi játszottuk ebbe a megyei osztályba. Ráadásként pedig még egy sikert elkönyveltett a HS-e. Fantasztikus hangulatú mérkőzésen a Nagyerdei stadionban lett megyei kupagyőztes az együttes. Az 1-1-es végeredményt követően büntető párbajban nyertek focistáink. Óriási volt az öröm a pályán és lelátón egyaránt. Erre is kitért a fél év értékelésénél a vezetőedző. Nagyon boldog vagyunk. Hát ezt az élmény nem beszélt tőlünk senki, hogy a Nagyerdei stadionban játszottunk. És egy bajnokot, az aktuális bajnokot tudtuk legyőzni. És nagyon, azt mondom, nagyon-nagyon kiélezett harcba, egy nagyon döntő pillanatban sikerült győznünk 11-esekkel, de a legcsodálatosabb élmény az életemben, meg szerintem a fiúké. Az év második felében előbb a kupáról kell szót ejteni. A Magyar Kupa főtábláján már nem sikerült megismételni a májusi sikert, hiszen az első fordulóban 64 közé jutásért rögtön búcsúzni kényszerült a gárda. Az MB3-as Rákosmente ütötte el mieinket a további küzdelmektől. A bajnokságot tekintve az őszt újra a megyei első osztály labdarúgó bajnokságban kezdte a csapat. 8 sikerével, 6 döntetlennyével és egy vereségével jelenleg az 5. helyen áll a gárda. A pontvadászat szoros, hiszen együttesünk mindössze 3 pont hátrányban van az éllovas Hajdú Böszörmény mögött, akikkel 2-2-es döntetlent játszottak. Így aztán tavasszal még bármi megtörténhet. A kézilabdában fiúknak és lányoknak egyaránt szurkolhattunk. Előbb a lányok teljesítményét elemezve nézzük, hogy mire ment a két szoboszlói csapat a megyei bajnokságban. A lányoknál a megyei bajnokságot kellett figyelemmel követnünk, ahol akárcsak az előző években most is két csapat küzdött a bajnoki pontokért. A tavasz folyamán a hajdúszoboszlói NKS csapatánál nem volt magas a léc, amit meg kellett ugrani. A 7 vereséget hozó ősz után az első pontot rögtön a nyitányon megszerezték a lányok. A további 6 mérkőzésből 2 sikerült nyerni, így jelentősen túlszárnyalva az őszt 5 ponttal zárhatták az évet, ráadásul az utolsó helyről is elléptek a lányok. Az amatőr NKS-e a városi ellenféllel szemben nem az utolsó helyek elkerüléséért, sokkal inkább a fényes érmekért szállhatott harcba. 4 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség után a 3. helyen zárták az alapszakaszt. Jogot szereztek a rájátszásra. Ott viszont nem sikerült előrelépni, de a bronzéremmel így sem lehettek elégedetlenek a lányok. Az őszre viszont változások következtek be mindkét gárdánál. A HNKS-e egyesülve az ADKK hajdúszoboszló csapatával, új edzővel, Sándor Tamással a kispadon, és persze az előző évnél nagyobb célokkal vágott bele az őszbe. Az első fordulóban összejött egy döntetlen idegenben, majd 3 vereség következett. Úgy tűnt, a nagy változás mégsem következett be a pirosaknál. Az ősz végére aztán mégiscsak összejött 2 győzelem, így jelenleg a 7. 5 ponttal a Sándor lányok. Az előző évet összesen 5 ponttal fejezték be, így egy tavasszal szerzett egyetlen pont is előrelépést jelentett az előző évhez képest. Az ANKS-e másképpen indította az őszt. Az egylettől többen távoztak, így a saját céljaikat szerényebben megfogalmazva, most nem feltétlenül a dobogóról álmodoztak a kékek. Az első fordulót sikerrel vették, de utána 3 vereséget szenvedtek a lányok. Az ősz második felében viszont megint a régi gárdát láthattuk. 4 győzelemmel zárták az őszt, s bár a 4. helyen állnak jelenleg, épp úgy 10 pontosak, mint a 3. Berettyóújfalu. A dobogó most sem tűnik elérhetetlennek. A tavasz érdekes lehet mindkét egyletnél. Az ANKS a dobogóért, az ADKK a középmezőnyért vívhat érdekes csatákat. A férfi kézilabda terén túlnyomó többségében a vereségek jellemezték a felnőtt csapat életét. A gárda egész évét a kiesés elleni harc kísérte végig.
Tavasszal a HTSK férfi kéziseinek most is azért szoríthattunk, hogy sikerüljön kiharcolni a pályán a bentmaradást az MB2-es bajnoki osztályban. Az egy győzelmet, egy döntetlent és 9 vereséget hozó őszt reprodukálta a gárda tavaszra. Ekkor is mindössze egy siker és egy döntetlen volt csupán, ahol pontokat szereztek. Nem csoda, hogy az utolsó előtti helyen zártak. Az MB2-es szereplés kérdése újra az asztaloknál dőlt el. Szerencsére kedvezően, így az ősszel is ott játszhatott a csapat. Sokkal több öröm azonban nem érte a felnőtteket az ősz során sem. 3 vereséggel indult a szezon. Az első és egyetlen sikert hazai pályán a Makó ellen jegyezte együttesünk. Emellé a 11 őszi találkozójából csupán 3 további döntetlent ért el a csapat. Összességében tehát 5 pontot gyűjtöttek a fiúk. Jelenleg az utolsó előtti helyen állnak, így a tavasz megint a kiesés elleni harcról fog szólni. A hajdúszoboszlói Asztali Tenisz Klub az MB3-as csapatbajnokságban szerepel már jó ideje. A tavaszt még a mezőny második felében, az új bajnokság őszi idényét viszont már az élmezőnyben zárta a csapat. A hajdúszoboszlói Asztali Tenisz Klub teljesítménye a 9. helyre volt elég az őszi fordulók után. A 11 csapatos mezőnyben csak is az előrelépés lehetett a cél. A tavasz 5 győzelemmel és 5 vereséggel már jó teljesítmények volt értékelhető. Végül összesen 7 mérkőzést nyertek meg, 2-n döntetlent értek el, ez pedig a 7. helyre volt elegendő a végelszámolásnál. Másképp alakult az új bajnoki év. Az első fordulóban ugyan vereséggel nyitottak Kelemen Józsefék. Az erősebb ellenfelekből álló nyíregyházi rivális ellen azonban ez belefért. Ezt követően azonban 5 mérkőzésen sem találtak legyőzőre azt előteni szezőink. A bajnoki listavezető Teva Debrecen ese állította meg csak a mieinket. Az őszt összességében 6 győzelemmel és 2 vereséggel a 3. helyen zárták pingpongosaink. Szép tavasz várhat rájuk, ha kitart jelenlegi formájuk. Az MB2-es sakkcsapat bajnokságban is évek óta figyelemmel kísérjük a hajdúszoboszlói sakkese teljesítményét. A sakkozók éremmel zárták az előző bajnokságot tavasszal, ám az őszre már nem tartott ki a jó forma. A hajdúszoboszlói sakkese a 2. helyen kezdte az évet az MB2-es csapatbajnokságban. A reális cél ennek megőrzése lehetett. Az élenálló Diósgyőr ugyanis mind játékos állományban, mind anyagi lehetőségeiben fölé nőtt a mezőnynek. Nos, a sakk híveinek nem is kellett csalódniuk a szoboszlói csapatban. A tavaszi 2 vereség és 3 győzelem révén sikerült annyi pontot gyűjteni, ami az ezüstéremhez elegendő volt. Az új bajnokság jól indult. A Mezőkövesd ellen 8,5-3,5 arányban nyertek játékosaink. A folytatásban viszont 3 vereség mellett mindössze 2 hazai döntetlen tudtak felmutatni. Sajnos a vereségek nem voltak túlszorosak, így nem sikerült kellő mennyiségű pontot összegyűjteni ahhoz, hogy a dobogó közelében legyen a csapat. A 12 résztvevő között a 8. helyen állnak jelenleg. Tavasszal még 5 mérkőzésen lehet pontokat gyűjteni az előrelépéshez. Felnőtt csapataink eredményeit tekintve jobbára tehát sikeres évet tudhatnak maguk mögött a hajdúszoboszlóiak. Jövő héten az egyéni sportolók teljesítményét elemezzük tüzetesebben. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszontlátásra! Sikerekben gazdag új évet kíván az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület nevében dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Máté Lajos és Németi Attila Sándor. Gyógyuljon és pihenjen a gyönyörűen felújított hajdúszoboszlói gyógyfürdőben, ahol jól ismert gyógyfürdőkezelések mellett új típusú kapinos széndioxid kezelőhelyek is várják a gyógyulni vágyókat. A gyógykezeléseket és a fürdőbelépőt kedvezményes csomagáron vehetik igénybe az érvényes biztosítási kártyával rendelkező betegek. Panaszaikkal keressék fel reumatológiai szakrendelésünket.
Hungaroszpál Hajdúszoboszló, a reumások mekkája. Hajdúszoboszló város szemétszállítási, pontosabban matrica vásárlási fizetési rendszere jelentősen átalakul 2016-ban. Többek között erről is kérdeztük Nyéki István vezérigazgatót stúdióbeszélgetésünk során. Az is hallható lesz a beszélgetés során, hogy a téli fagy megjelenésével milyen előkészületeket kell megtenniük a fagyással szemben a lakosoknak, és hogy a cég dolgozói már felkészülten várják a havazást. Szeretettel köszöntjük a stúdióban Nyéki Istvánt, a Városgazda vezérigazgatóját. Új év kezdődik. Egy kis évértékelést szeretnénk kérni a Városgazdának nagyobb léptékben a 2015-ös év teljesítményeiről, tevékenységeiről. Valóban hihetetlen gyorsasággal elszaladt a 2015-ös év. A cégünk a munkáját gyakorlatilag rutinszerűen bizonyos tevékenységekben évről évre végzi, és azt is elmondhatom most már így az év végén, hogy 2015-ben is eredményesen, és én bízom benne, hogy közmegelégedésre végeztük a munkánkat. Nyilván minden néző előtt ismert, hogy szertágazó tevékenységet folytatunk. Szoktam mondani, hogy a parkolóüzemeltetéstől a temetkezési szolgáltatásig bezárólag tulajdonképpen minden az önkormányzat által végzendő kötelező feladatot és azon túlmenő feladatokat is végzünk. Munkánkkal a városlakók és az ide látogató vendégek nap mint nap találkoznak, hiszen ha igénybe vesznek egy fizetőparkolót, kimennek a piacra, elszállítjuk a hulladékot, akkor is velünk kerülnek kapcsolatba, vagy a parkgondozás, vagy a köztisztasági feladatok ellátása során is. Gazdasági értelemben eredményes volt az évünk, minden nehézség ellenére is a tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti tervben meghatározott eredményt elértük, sőt véleményem szerint kicsit túl is teljesítettük, úgy, hogy eközben minden feladatot elláttunk, a likviditásunk nem volt veszélyben, egy pillanatig sem, és a sűrűn változó jogszabályi környezetben is meg tudtunk felelni, úgy érzem, az elvárásoknak. Természetesen ezt elsősorban a kollégáimnak kell, hogy megköszönjem, hiszen ők azok, akik a munka dandárját végzik, beleértve ebbe a vezető munkatársaimat is, és beleértve minden olyan kollégámat, akik, hogy úgy mondjam, a terepen végzik a munkájukat. Minden évben elhangzik, ebben az évben, illetve hát a 2015-ös évben még nem hívtuk fel a lakosok figyelmét egy kis gyakorlatiasabb dologra. Valójában megérkezett a tél, és a mínuszfokok beköszöntöttek. Milyen lépéseket tehetnek a lakosok azért, hogy ne szenvedjenek kárt a fagyok által, akár a vízrendszerben, más területeken? Valóban, ilyenkor ugye szokásosan felhívásokat teszünk közre, hogy mi a teendő a lakos által. Picit ez is érezhető, a kérdésben is benne van tulajdonképpen az, hogy a munkánk milyen szertágazó. Szívesen beszélek arról is, hogy a vízszolgáltatásban mit kell ilyenkor tenni, de hogy a víziközmű szolgáltatást azt korábban végezte a Városgazda, most már egy
másik a Hajdú Bihari és a Hajdú kerületi és Bihari vízi közműszolgáltató végzi, de természetesen el tudom mondani, hogy ilyenkor ügyeljünk a vízmérőaknák megfelelő szigetelésére, óvakodjunk attól, hogy a mérő elfagyjon, hiszen ez komoly károkat okozhat, akár az elfolyt víz formájában, akár esetleg az ingatlanban kár keletkezhet. Tehát ilyenkor a vízmérőaknák fedlapja legyen mindig a helyén, tegyünk alá egy vékony szigetelő réteget, műanyagot, vagy valamilyen hungarocelt annak érdekében, hogy a fagyás veszélyt elkerüljük. Valamint, hiszen eddig erre nem volt szükség, a kerti fagycsapokat zárjuk el, azokat a rendszereket, amelyeket nem használunk, azokat víztelenítsük, így megelőzhetjük a fagyásból adódó esetleges problémákat. Mint városgazdálkodási cégvezető, aki a köztisztasági feladatokkal, a sítalanítással is foglalkozik, úgy pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy mindenkinek kötelezettsége a saját ingatlana előtt a közterületet megfelelő állapotban tartani. Ilyenkor télen az azt jelenti, hogy amennyiben lesz hol havat eltakarítani, sikosságmentesíteni, tehát olyan körülményeket biztosítani, hogy az ingatlan előtti járdaszakaszon a gyalogos forgalom az biztonsággal tudjon haladni, nehogy ott valakit baleset érjen, mert ennek komoly következményei lehetnek. Természetesen mi is megtesszük azokat a lépéseket, amelyek ránk tartoznak, tehát azokon a területeken, ahol a önkormányzattal kötött szerződés alapján a mi feladatunk a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, ott ezeket elvégezzük. Ha olyan lesz az idő, hogy a hóeltakarításra sor kerül, akkor ezt egy megfelelő ütemterv szerint először a fő utakat, gyűjtő utakat takarítjuk, majd így haladunk az alsóbbrendű utak felé. Első sorban feladatunk a közintézmények megközelíthetőségének biztosítása, az autóbusz közlekedés biztosítása, a buszmegállók környékének síkosságmentesítése, és csak ezután következnek a mellékutak. Ehhez szükséges gépekkel és személyi állománnyal rendelkezünk, mi felkészülten várjuk a telet, meglátjuk, mi történik. Köszönjük szépen, reméljük azért esni fog a hó, hogy erre is kitért. Szintén a lakosságot érintő fontos kérdés a szemétszállítással kapcsolatos változások, amelyek már a 2015-ös évben ugye felbentek, hogy kisebb kukák vagy más matricát kell vásárolni, illetve az idősebbeknek kevesebb is elegendő lesz. Tisztázzuk már ezt a témakört, hiszen nagyon sokan félreértették, illetve nem tudják, hogy milyen változások jönnek. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, hiszen ez aktuális, ugyanis a 2016 évre szóló hulladékszállítási matricákat január 4-től, tehát az jövő év első munkanapjától kezdjük árusítani. Ezzel kapcsolatban, a tudnivalókkal kapcsolatban a következő napokban minden postaládába eljutatunk egy szóróanyagot, amelyből mindenki tájékozódhat arról, hogy mi is a jelenlegi állapot, mi a jelenlegi helyzet, valamint ugyanez a tájékoztató elolvasható a honlapunkon, és a Városi Televízió képújságján is látható lesz. Röviden, miről is van szó? Két fontos területen történik változás január 1-től. Az egyik az, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetőséget kell biztosítanunk 60, illetve 80 literes edényzet, magyarul kuka választásának lehetőségére is. A 60 literes edényzetet azok választhatják, akik igazoltan, életvitelszerűen egyedül használják az ingatlant. És ez független attól, hogy milyen korúak, milyen jövedelmi viszonyok között élnek, egyetlen feltétel van, hogy életvitelszerűen egyedüli ingatlan használók. Ezt a jogosultságot, tehát hogy ők egyedül használják az ingatlant, a jegyző által kiadott igazolással kell igazolni. Az ehhez szükséges kérelem szintén letölthető a Városgazda honlapjáról, beszerezhető az ügyfélszolgálatunkon, vagy a polgármesteri hivatalban is tudnak ilyet mindenkinek adni, aki ezt kéri, és egy 3000 forintos illetékvélyeg ráragasztása után ezt a kérelmet egy záradékkal ellátják, magyarul igazolják, hogy a illető személy valóban egyedül használja az ingatlanát,
és utána ezzel az igazolással kell felkeresni az ügyfélszolgálatunkat, vagy a központi telephelyünkön a központi pénztárat, és ott meg lehet váltani a 60 literes szolgáltatást biztosító matricát. Lehetőséget kell biztosítanunk 80 literes edényzet vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére is. Ezt a szolgáltatást bárki választhatja, itt nincsenek feltételek. Aki úgy érzi, hogy az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem indokolja, hogy ennél nagyobb űrméretű szolgáltatást vegyen igénybe, ő választhatja a 80 literes szolgáltatást, ügyfélszolgálaton közli, hogy ő ezt kívánja igénybe venni, és akkor ennek megfelelő matricát, és természetesen ennek megfelelő fog kapni, és ennek megfelelő díjat fog fizetni. A díjak úgy alakulnak, hogy a 60 literes az természetesen fele a 120 literesnek, a 80 literes pedig az kétharmada a 120 literes díjának. Azt el szeretném mondani, hogy az edényzet, tehát maga a kuka nem változik. Tehát azért, mert valaki 60 literes szolgáltatást vagy 80 literes szolgáltatást vesz, nem fog kapni egy 60 literes vagy egy 80 literes kukát. Egyelőre marad mindenkinél a 120 literes, megkülönböztetés abból lesz, hogy a matrica más milyen, azon fel van tüntetve, hogy milyen szolgáltatás igénybevételére jogosít. A kollégáim az ürítések során ezt figyelni fogják, tehát ellenőrizzük, hogy aki mondjuk 80 litert váltott meg, az rendszeresen nem lépje túl ezt a mennyiséget, és amennyiben azt tapasztaljuk, hogy láthatóan a keletkező hulladék mennyisége több, mint a váltott szolgáltatás, akkor ezt utólag lehetőségünkben van kiszámlázni az adott ingatlan használónak. Egy másik fontos változás az az, hogy csak egy negyed évre fogjuk eladni a matricát. Tehát csak január, február, márciust tudjuk eladni. Ugyan a matrica fél évre szól, az első fél évre, de a matrica azt fogja jelenteni, hogy szerződésben vagyunk, de a díjat az csak az első negyed évre fogjuk beszedni. Tesszük ezt azért, mert a már elfogadott, de csak április 1-én hatályba lépő törvény értelmében 2016. április 1-től a hulladékszállítással kapcsolatos díj számlázást, díjbeszedést és kintlévőségkezelést egy úgynevezett központi koordináló szervezet fogja ellátni. Ez lefordítva magyarra azt jelenti, hogy a számlát nem Hajdúszoboszlón, nem a városgazdától fogják kapni az ügyfeleink, hanem ettől a központi koordináló szervezettől. Ő fogja kiküldeni mindenkinek a számlát, az ő csekkjén vagy az ő számlájára átutalással kell kiegyenlíteni a hulladékszállítás díját, és mi csak, idézőjelbe teszem a csakot, csak a hulladék szállítását, kezelését fogjuk végezni. Ezért csak az első negyedévet tudjuk mi kiszámlázni. Abban nem fog ez problémát okozni? Azt mondja, hogy átutalással, csak átutalással? Nem, pontos részleteket nem tudok, hiszen a jogszabályt 22-én fogadták el decemberben, tehát itt még a pontos részletek nem ismertek számunkra. Valószínűleg ez sok problémát fog felvetni, de valószínűsítem én, hogy lesz mód csekken fizetni, lesz mód csoportos beszedéssel, lehet lesz átutalással. Nyilván az ügyfélszolgálaton történő befizetés nem fog működni, hisz nem hiszem, hogy ennek a koordináló szervezetnek minden településen lesz ügyfélszolgálata. De bízunk benne, hogy megfelelő időben megfelelő tájékoztatást fognak kapni a fogyasztók, az ügyfeleink arról, hogy hogyan is fog alakulni ez a kérdés április 1 után. Ha ez a koordináló szervezet valami ilyen probléma miatt mégsem tudná megkezdeni a működését április 1-ével, akkor természetesen a hulladékszállítás zavartalanul fog tovább menni, és az április vagy esetleg május havi szállításra, amennyiben az még a mi kötelezettségünk lesz, akkor mi is számlát fogunk küldeni. Tehát már ezután nem kell majd a matrica vásárlás érdekében az ügyfélszolgálatunkat felkeresni. Mondhatnám úgy, hogy most januárban kell utoljára matricát váltani az ügyfélszolgálaton. Én mindenkit arra kérek, hogy a postaládába eljuttatásra kerülő tájékoztatónkat figyelmesen olvassa el, döntse el, hogy ő abból mit választ, és hogyha a jogosult a 60 literes edényzet választására is élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor a tumultus és a felesleges utánajárás elkerülése érdekében az ott honlapunkon fellelhető nyomtatványt töltse le, azt töltse ki,
a jegyző úrral igazoltassa, és utána ezzel keresse fel az ügyfélszolgálatunkat, vagy a központi pénztárat, és úgy tudjuk kiadni ezt a matricát. Ez a munkafolyamat már elkezdődött, vagy már csak január 4-től lehet fölkeresni e tekintetben az önkormányzatot? Csak január 4-én, tehát hétfőtől, az első munkanaptól lehet felkeresni, és az ügyfélszolgálatunkon is csak ettől az időponttól árusítjuk a matricákat. Hétfői napokon hosszított nyitvatartással este 8-ig, egyéb napokon rendes nyitvatartással délután 4 óráig. Változnak-e a díjak? Nem változnak a díjak. A díjak 2013 óta a díjak megállapítása a miniszter hatásköre, és ezek a díjak nem változnak. Jelenleg is ugyanazok a díjak vannak érvényben, amelyek 2012. december 31-én érvényben voltak, és azóta már egyszer egy rezsicsökkentéssel csökkentettük is. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy 60 literes edényzet, aki a 60 literesre jogosult, az első 3 hónapra 2000 forintot kell fizessen nagyságrendileg, a 80 literesért 3000-et, a 120 literesért pedig 4000 forintot, tehát ez, de hangsúlyozom, ez csak az első 3 hónap. Amennyiben később is fizetni kell, akkor természetesen ugyanezek a egységárak, csak már nem nekünk fogják fizetni ezt a díjat. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres munkát kívánunk 2016-ra. Én is köszönöm, és boldog új évet kívánok minden kedves ügyfelünknek. Tegnap este az évvégi hagyományos csergetésen kim volt stábunk is. A csergetés követően tűzijáték, majd pedig élő koncert szórakoztatta a közönséget. Most néhány kommentár nélkül nézzék meg ezt a rövid összefoglalót. Thank you.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra!